Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2024. március 20-án, szerdánpontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Pohankovics András, az első számú választókerület képviselője tartott lakossági fórumot. Városunkban is megnyitotta irodáját a Duna House. Huszti Dániel is szerepelt a Szokakopa Amerika bajnokságában. Március 5-én, kedden Pohankovics András, az első számú választókerület önkormányzati képviselője tartott lakossági fórumot a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A 18 órakor kezdődő fórumra nagy volt az érdeklődés, ami nem csak a megjelentek számából, hanem a felszólalásokban is megmutatkozott. Március 5-én Pohankovics András várta az egyes számú választókerület lakóit a Petőfi Sándor Művelődési Központban megrendezésre került lakossági fórumra. Rendhagyó módon először Domonyi László tájékoztatta a lakosokat a város pénzügyi helyzetéről, folyamatban lévő fejlesztésekről és tervekről. Tájékoztatta a lakosságot a vasútépítésnek a helyzetéről, jelenlegi állapotáról, az új vasútállomás terveit is be tudta mutatni most már a lakosságnak, úgy a látványtervet, mint a helyszínrajzot. Beszéltünk egy nagyívű városközpont fejlesztésről, ahol esetleg a művelődési ház felújítása kaphatna szerepet, hangsúlyt. Polgármester úr a következő ciklusában, hogyha a kiskörös városlakói bizalmat szavaznak neki, akkor ezt egy kiemelt projektként kívánja kezelni. A kormányzati szándék egy kormányhatározat formájában már meg is született. Ezt követően Horváth Attila rendőralezredes, a Kiskörösi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője elsősorban az egyre elszaporodó online csalásokra, valamint a Kiskörös térségében rendszeres szabálysértésekre hívta fel a lakosok figyelmét. Közbiztonság rendben van városunkban, hál' Istennek, bűncselekmények száma kimondottan alacsony. A közlekedési szabálysértésekből még mindig elég sok van, ittas vezetésből, gyorshajtásból. Ezekre a rendőrség különös figyelmet fordít. Sokan mondják, hogy talán már túl sokat is foglalkoznak Kiskörössel és a környékével a rendőrök, mert stopptábláért azonnal büntetnek, biztonságjövőért azonnal büntetnek, drónnal figyelik a kereszteződéseket, hogy vagyunk, és ezt viszonylag sűrűn és nagy gyakorisággal. Az egyes számú választókerület képviselője elmondta, hogy az elmúlt 2023-as év rengeteg munkával telt, hiszen számtalan fejlesztés valósulhatott meg. Elkészültek olyan járdaszakaszok, amik régi adósságaink voltak, például a Klapka úton sikerült a járdát cserélnünk, és itt egy új fasor is kialakításra került. A járdát építettünk a Petrovics utcában, az evangélikus templomtól a piac térig. Itt még fasor nem került kialakításra, itt nem is volt korábban fa, viszont úgy gondoljuk, hogy megérdemelne ez a utca szakasz is fákat, és a lakosság is megerősített egyébként minket ebben. Befejeztük az Árpád úti bölcsöde felújítását, ez egy nagyon komoly, több 100 millió forintos projektünk volt, közel 25 férőhelyjel tudtuk bővíteni a bölcsöde kapacitását. Az Árpád utca 8 fogorvosi rendelő és az egészségügyi gyermekjóléti szociális intézménynek a központi épületét is sikerült felújítani, energetikailag is és belülről is, így most már vannak ott olyan orvosi rendelők, ahol tényleg a hál' Istennek rendeződött fogorvosi rendeléseinket le tudjuk bonyolítani itt Kiskörösön. Az egyes számú választókerület lakosai aktív résztvevői voltak a fórumnak, többen is felszólaltak az est folyamán. Nagyon aktív volt a közönség, és három oldalt írtam tele a lakossági fórum alkalmával az észrevételekkel, javaslatokkal, ami egyrésztről a társas együttélés, a városi egymás mellett élésnek a szabályainak az alakítására tett javaslatok voltak, más részről olyan infrastruktúrális fejlesztési javaslatok, amik szóba kerülnek, vagy egy-egy járda kijavítás, vagy útjavítás.
Ezen kisebb észrevételek mellett nagyobb kérdésekkel kapcsolatban is felszólalt a lakosság, melyekre az önkormányzat már megkezdte a megoldások keresését. Az egyes számú választókerület lakossági fórumáról és az ott felmerült kérdésekről készült részletesebb beszámolónkat Naprakész című műsorunkban tekinthetik meg március 21-én. Az ország egyik legismertebb ingatlan közvetítői cége, a Duna House városunkban is nyitott egy irodát, melynek megnyitójára március 19-én került sor. A Duna House Group Magyarország egyik legismertebb ingatlan közvetítői márkanevének birtokosává nőtte ki magát az 1998-as alakulása óta, melynek franchise hálózata a Real Monitor 2022-es adatai alapján az ország legnagyobb ingatlan adatbázisával rendelkezik. Március 19-én pedig városunkban is megnyitotta irodáját a Duna House. Fő tevékenységünk az ingatlan bérbeadása, illetve eladó ingatlanok közvetítése, de emellett a portfóliunk részét képezi a nagyvonulú menő hitelközvetítés, tanácsadás, ügyvédi segítségnyújtás, és nagyon-nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy a szolgáltatásaink nagy része ingyenes, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőség azoknak az embereknek, akik akár ingatlan vásárlás előtt állnak, vagy értékesíteni szeretnének valamit. Ha ingatlan tranzakció előtt állunk, vásárolni vagy értékesíteni szeretnénk, esetleg hitelfelvételen gondolkodunk, mindenképpen érdemes szakemberhez fordulnunk. Jelen pillanatban itt Kiskörösön két állandó kollégánk, illetve egy hiteltanácsadó várja a bejövő érdeklődőket. A Duna House weboldalán egyébként már elérhető a Kiskörösi irodának minden elérhetősége, telefonszámok, social media felületeken megtalálnak minket, illetve itt az Árpád utca 2 szám alatt. A Next Ingatlan Kft. Céljai közé tartozik, hogy inspiráló és kellemes munkakörnyezetet teremtsen dolgozói számára, emellett az ingatlan értékesítés iránt érdeklődőknek pedig munkalehetőséget is biztosít. A 2024-es évben az ingatlanpiacon erőteljes növekedés és aktivitás várható. És az első két hónap január-február tapasztalatai alapján ez be is igazolódni látszik, hiszen jóval aktívabb az érdeklődés, sokkal több tranzakció van, mint a tavalyi év hasonló időszakában, és mi azt várjuk, hogy az otthonteremtési támogatás kedvező hatása miatt, a hitel lehetőségek kedvező hatása miatt ez még továbbra is így fog maradni, és növekedni fog a tranzakciók száma, ami mind az eladóknak, mind a vevőknek jó lehet. A vevőknek igaz érdemes figyelni, hogy azért igyekezni kell a lakásvásárlással, hiszen az árakra is jelentős hatással lesz ez a fajta aktivitás, és az éves szinten inkább emelkedő árakkal számolunk. A Duna House Kiskörösi irodájának megnyitója végén pezsgős kocintással ünnepelték, hogy újabb partnerrel bővült a franchise hálózat. Március 14-től látható a mozikban a Most vagy Soha című romantikus kalandfilm március 15-éről és hőséről, Petőfi Sándorról. Március 25-én a Mozgó Mozik Kiskörösre is elhozza a filmet, amit délelőtt az általános és középiskolás diákok, 18 órakor pedig bárki megnézheti a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Még a premier előtt kereste meg Szedmák Tamás alpolgármestere a Mozgó Mozit, hogy a bemutató után szeretné, ha a kiskörösiek is megnézhetnék a Most vagy Soha című romantikus kalandfilmet. Így másfél héttel az országos bemutató után, március 25-én városunkban is látható lesz a film. A nagyszabású alkotás főszereplője Petőfi Sándor a Forradalmár, a költő és a szerelmes fiatalember. A film egyetlen nap történetét meséli el a forradalom előestéjétől, március 15-e éjszakájáig. Mivel ez egyébként is általános iskola, illetve érettségi tananyag is maga a téma 1848. március 15-e, talán érdemesen ajánlani a diákoknak is, hogy akár szervezet, akár egyéni vetítés keretében tekintsék meg ezt a filmet. És így egyeztettünk a Mozgó Mozis úrral, hogy március 25-én, azaz hétfőn, jövő hét hétfőn Kiskörösön itt a Művelődési Központban is lesz 3 vetítés. A délelőtt során lesz 2 vetítés, egyik az általános iskolások részére, ezt követően pedig a középiskolások részére, és ugyanúgy 25-én hétfőn este 6 órakor pedig egy közönség vetítés lesz. Emberek, hé! Bécsben tegnap kitört a forradalom! Szabadságot követelnek! Ha ez igaz, akkor mi mire várunk? A katonák rájuk lőttek!
A márciusi ifjak esténként a Pilvax kávéházban gyűltek össze beszélgetni, vitázni, tréfálkozni, pont úgy, ahogyan ezt ma is bármelyik fiatal társaság teszi. A Pilvax olyan, mint egy korabeli romkocsma, a lázadó, radikális értelmiség kedvenc találkozó helye, és természetesen a most vagy soha kiemelt helyszíne. Akik egy jó szórakoztató, igényesen elkészült, izgalmas filmet kívánnak megtekinteni, azoknak mindenképpen ajánlom. Nyilván akik a történelmet, különösképpen a magyar történelmi témákat szeretik megfilmesítve, azoknak ez egy alap feladat, úgy gondolom megtekinteni, és én azt gondolom, hogy az utóbbi 10-15 év során egyetemen látszik a magyar filmiparnak a fejlődése, és nagyon sok jól sikerült alkotás volt. Az utóbbi időszakban ezek leginkább történelmi eseményekhez kapcsolódó filmek voltak, és ez a film szintén ebbe a sorba illeszkedik. A Most vagy Soha című film vetítésére a jegyek az előadás napján, március 25-én reggel 8 órától megvásárolhatóak 1500 forintos áron. Jegyvásárlásra a filmvetítés előtt is lesz lehetőség a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ha csak megmozdulnak, lövünk! Néhány tucat diák forradalmat játszik. Nem hagyom, hogy ezek a suhancok a feje tetejére állítsák a várost. A kiskörösi Szólam alapfokú művészeti iskola néptánc tagozata által idén is megrendezésre kerül a Kárpát-medence táncai című néptánc előadása március 22-én, pénteken 18 órakor és március 23-án, szombaton 16 óra 30 perckor a kiskörösi Petőfi Sándor Művelődési Központban. Idén is megrendezésre kerül a Kárpát-medence táncai című néptánc előadás a Kiskörösi Szólam alapfokú művészeti iskola néptánc tagozata által. Az előadást az érdeklődőknek két alkalmuk lesz megtekinteni, március 22-én pénteken 18 órakor és március 23-án szombaton 16 óra 30 perckor a Kiskörösi Petőfi Sándor Művelődési Központban. Minden évben a csoportjainknak a néptánc bemutatóját szoktuk megtartani. Minden évben minden csoport új koreográfiát tanul, és ennek a bemutatója van minden évben egy, illetve kettő alkalommal most már, hiszen nem férnek be a nézőtérre a kedves szülők, illetve az érdeklődők. A két napos bemutató alatt 8 csoport 9 előadását láthatják a nézők, de színpadra lépnek köztük szólisták is, mivel idén szóló táncversenyekre is készülnek az együttes táncosai, így közel 200 táncos mutatja meg magát. Ez a műsor tulajdonképpen arról is szól, hogy hova lehet eljutni A-ból B pontba, vagyis amikor elkezdjük a gyerekek oktatását 3-4 éves korban, akkor meg lehet figyelni, hogy honnan indulnak a gyerekek, ugyanis a piciket is felléptetjük már pedagógus segítségével, illetve hogy hova lehet eljutni, hiszen van már két felnőtt csoportunk is, ez jól megmutatkozik a műsor folyamán, illetve az is, hogy lépésről lépésre hogyan fejlődnek a gyerekek egyik korcsoportból a másikra. A műsor elején a közönséget Markóné Csányi Gabriella, a Szólam alapfokú művészeti iskola intézményvezetője, és Horváth Katalin, a Hétszínvirág alapítvány elnöke és táncpedagógusa fogja köszönteni. Az alapítvány egészíti ki az iskolának a munkáját jelmezekkel, utazásokkal, illetve zenekar és egyéb programok támogatásával, tehát nagyon szépen együtt tudunk működni az iskolával, és így teljes az egész, hiszen külön-külön a két szervezet, az állami és illetve a civil szervezet önállóan nem biztos, hogy ugyanezt a feltételt tudná biztosítani, valamint nagyon nagy köszönettel tartozunk a Kunság Média KHT-nak és hát az önkormányzatnak, hiszen ő a fenntartója az épületnek, ahol most tulajdonképpen a próbákat is tudjuk tartani. Az új koreográfiák betanulását szeptemberben kezdték meg a táncosok. A nézők az est folyamán megkoreografált játékokat, kalocsai, somogyi, felcsíki és bodrogközi táncokat is megtekinthetnek a csoportok előadása által. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Szólam alapfokú művészeti iskolában még van lehetőség pótszékes jegyek megvásárlására.
Február végén befejeződött a Mexikóban megrendezésre került Szokka Kópa Amerika, amelyen a magyar kispályás labdarúgó válogatott ezüstérmet szerzett. A csapat tagjai között a kiskörösi kötődésű Huszti Dániel is szerepelt. A Szokka Kópa Amerika a férfi felnőtt nemzeti labdarúgó válogatottjainak részére szervezett kispályás labdarúgó torna Mexikóban, amely februárban ért véget. A megmérettetésen a Szokka Hungary csapata is képviseltette magát, melynek a kiskörösi kötődésű Huszti Dániel is játékosa. Egy picit furán hangozhat, aki képben van a labdarúgásra, hogy Kopa Amerika, hogy mit keresett ott egy európai csapat. Két évvel ezelőtt volt egy világbajnokság, én is szerepeltem, hál' Istennek rajta, és azt Mexikó szervezte volna meg, de hát egészségügyi okokból nem tudták megszervezni, ezért mi ugrottunk be szervező országként, és ezt megköszönve hívtak minket vissza. A 2024-es Szokka Kópa Amerikán a magyar csapatnak a guatemalai gárdát 3-1-re sikerült megvernie, az uruguayi együttes felett pedig 1-0-ás győzelmet arattak. A mexikóiaktól 4-1-es vereséget szenvedett a magyar gárda, azonban a panamai csapatot 4-2-re sikerült legyőzniük, az amerikaiakkal pedig 1-1-es döntetlent játszottak. A belgiumi együttes ellen 6-1-es győzelmet arattak, a döntőben pedig a mexikóiak ellen léptek pályára a magyarok, ahol 2-0-ás vereséget szenvedtek. Döntöztünk Mexikóval, és hát második helyen végeztünk. Ez egy elég nagy élmény volt, meg azt mondom, hogy ez egy elég nagy lépés volt a sportág életében is. A Szokka Hungary csapat tagjai rengeteg tapasztalattal és új élménnyel tértek haza, hiszen Mexikóban egy teljesen más látásmóddal találkoztak a játékosok. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Pohankovics András az első számú választókerület képviselője tartott lakossági fórumot. Városunkban is megnyitotta irodáját a Dunahouse. A Petőfi Sándor Művelődési Központban is megtekinthető lesz a Most vagy Soha című film. Idén is megrendezésre kerül a Kárpát-medence táncai néptánc előadás. Huszti Dániel is szerepelt a Szokka Kópa Amerika bajnokságában. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor, valamint holnap reggel 6 órakor. A híradót követően Kiskörösváros önkormányzatának testületi ülését tekinthetik meg felvételről. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!